Sziasztok! Ma egy kicsit más vizekre elvezek, és kipróbálok egy kicsit drágább kártyát. A mai címszereplőnk az RTX 2060 Super. Először is kezdjük a kicsomagolással. Sokan mondtátok, hogy kevés a 4 GB-os videókártya, ez a mai darab egy 8-as. Igaz, hogy árba sokkal erősebb lesz, de én teljesítem a kívánságotokat. Itt egy 8 gigás. Kezdjük egyből a külsejével. Szokásos gigabájtos formatervet látunk, a gigabájt saját színvilágával, tehát inkább ez a sötétebb, fekete, szürke dominál. Két darab ventilátor van rajta, egyébként ez 3 ventilátoros kivitelbe is kapható. Ez még nem az Aorus kivitel, a Gigabyte-nak a saját gamer részlege, ez még a sima Gigabyte. De ezen is találunk gamer elemeket. Az elején inkább ezek a lekockázott vonalvezetések láthatók, tehát itt a venti körül is ez a sokszög, ezek a bemarások, bevágások, igazi gamer kinézete van. A hátulján egy műanyag hátlap van, ami igazából védi a hátlapunkat, és nem mellesleg nagyon jól néz ki. Csatlakozók terén kapunk 3 darab DisplayPortot és egy HDMI portot. Egyébként ez a kártya 2 slotos vastagsággal rendelkezik. Csatlakozóknál még azt is érdemes megjegyezni, hogy aranyozott csatlakozót kapunk, ami a veszteségmentességnek nagyon jó. A tápcsatlakozója egy 8 pines. Egy darab 8 pines tápcsatlakozó, ami arra enged következtetni, hogy ilyen 500-550 wattos tápegységre lesz szüksége. Annyira nem vészes. A kártya hossza 225 mm, ami nem mondható olyan nagyon hosszúnak, ez a legtöbb házba befér. Nézzük a specifikációit. 1710 MHz-es a core clock, a memória clock pedig 14000 MHz. Egyébként ugye már említettem, hogy 8 GB GDDR 6-os memóriával rendelkezik, ami egy pár évig biztos, hogy elegendő lesz nekünk. Tudom, az RTX 3060 az már 12 GB-tal rendelkezik, de elég nekünk most ez a 8 GB, én azt mondom. A mai kártyánk a 2060 Super. Ennek létezik sima 2060-as verziója. Az teljesítményben egy kicsit visszább van fogva, és csak 6 GB VRAM-mal rendelkezik. Szemben a 8 GB-ossal nyilván. Processzorból a régi fajta i5-ösök még jók lehetnek, ezekből is a K-s verzió kell mindenképp, az unlockolt. Tehát a 6600K, 7600K, tehát a végén legyen a K, mert ehhez a kártyához már nem elegendő a sima, kell egy kis overclockolási lehetőség. i7-esekből igazából bármelyik jó lehet, abból is persze a K-verzió. AMD-be egy Ryzen 5-ös 3600-5600 már elegendő neki. Egyébként a kártya teljesítménye AMD-be, AMD videókártyába egy RX 5700 XT szintjén van. Az egész konfighoz azért ajánlott a 16 GB RAM. Semmiképp se 8. Legyen az 16 vagy több. Most pattintsuk be a gépbe és nézzünk pár játéktesztet. Ennél a kártyánál már szóba jöhet a 1440p-s felbontás, nem kell a 1080-ra hagyatkoznunk. Ez a kártya már bírja azt is. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the
Hőmérséklet terén 60-65 fokot lehetett mérni ennél a kártyánál. Ahhoz képest, hogy ez egy felső-közép kategóriás, vagy inkább már felső kategóriás kártya, ez nagyon jó eredmény. Ezt köszönheti a Gigabyte által nagyon reklámozott hűtési megoldásnak is. Abban rejlik az új hűtési megoldás, hogy a két ventilátor ellentétes irányba forog. Mind a kettőnek a lapátoknál van egy ilyen kis nút rajta, ami felfelé tudja áramoltatni a levegőt. Plusz még nagyon jó csövezettség van itt nekünk, tehát rész hűtő csőből el vagyunk látva bőven, ezt végig kíséri teljesen az egész kártyát. Foglaljuk össze a látottakat. Ez egy nagyon jó kis kártya. Megkérik az árát, de ezért cserébe még pár évig ki fog titeket szolgálni a 8 GB-tel és a teljesítményével. Minden mai játék fut rajta, egyik se jelent neki akadályt, magas beállításokon, 1080p, némelyik 1440p-ben. Ez a 2060 Super újonnan már sajnos nem beszerezhető, használtan olyan 250 ezer forintért már hozzá tudtok jutni. Link a leírásba, hogy hol találjátok. Tudom, ez a 250 ezer eléggé erős, de sajnos ez a kártya is áldozatául esett a videokártya drágulásnak. Nagyon durván megnőtt az ára, fele ennyi volt körülbelül egy két éve. Fele ennyi volt újonnan. Itt most használtam 250, hát igen, sajnos. De gondoltam, hogy bemutatok már egy kicsit komolyabb kártyát is. Legyen az is a csatornán. Srácok, ez a teszt ma ennyi volt. Hogyha tetszett ez a kicsit drágább videókártya, akkor azt jelezzétek kommentekbe, vagy lájkoljátok a videót. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a további tartalmakról. A következőben találkozunk, addig is, sziasztok! Ennél a kártyánál már szóba jöhet a 1440p-s felbontás, nem kell 10... a kártyánál már szóba jöhet a 10... Used to stop this world from spinning.